A rövid reklám után már is folytatjuk tovább a ma esti nápolyi tojás festünk a folytatásban. Igaz, csak képletesen, mert a gyakorlatban azért kicsikét több előkészület szükségeltetik egy tojásfestéshez. Üdvözlöm itt a stúdióban vendégemet, Belkovics Katalin tojásfestő. Szia Kati, estét kívánok, üdvözöllek. Tojásfestésről ugyan érintőlegesen szó volt már a mai műsorban, de azért részletesen most fogunk beszélni a húsvéti tojásfestésről. Először is arról, hogy te magad mióta foglalkozol tojásfestéssel. Hát én az elsőket még akkor készítettem, amikor még a nagyszüleim, szüleim meg a rokonság jártak locsolkodni, igazából nekik készítettem. Úgyhogy ez még gyerekkorban, azok még nagyon kezdetlegesek voltak. Hát aztán nálunk is eljött ez, hogy már nem nagyon tartottuk, aztán hiányzott, és aztán elkezdtem kutatni utána, úgyhogy eltelt nagyon sok év. És aztán sikerült beszereznem egy rendes írókát, mert előtte csak gyufaszállal nem egyszerű úgy csinálni. És találkoztam Fischer Józsefné Sacikával, hímzői iparművésszel, aki viszont felnyitotta a szemem, hogy ez több, mint egy otthoni barkácsolás, és mutassam meg a világnak. Így van, és hát megmutatjuk majd pillanatokon belül, hogy mi mindent hoztál. Itt ugye vannak az asztalon különböző technikával festett tojások, vannak zsűrizett tojások, hoztad az imént említett írókát is. Szerintem azért meséljünk néhány technikáról, ez az írókás technika, ha már beszéltünk róla, és itt van az eszköz hozzá, meséljünk először erről, pontosan hogy néz ki ez a technika. Megmutatni sajnos nem tudjuk, mert ahhoz nincs elég időnk. Hát ez viaszt kell, az íróka és egy szép tojás. Elnézést. Forró viaszba mártom az írókát, és akkor utána a tojásra felviszem az írókával a mintát, és ezután pedig befestem. Tehát egy negatív minta, és akkor így készül. Ezek a minták, amiket itt látunk a tojásokon, ezek mennyire hagyományos és mennyire egyedi saját kreálmányok? Tehát mennyire úgymond másolatok és mennyire saját ötletek? Ezek teljesen hagyományos minták, tehát utána néztem, kutattam múzeumban, könyvekben. A minták azok teljesen hagyományosak, különböző tájegységekről. Egyedül a színezése az, ami a sajátom. Mondhatom, hogy a sajátom. Adjunk egy-két tippet az otthoni tojásfestőknek. Hogyha valaki van olyan merész és írókával, és ezzel a viaszos módszerrel kezd el tojást festeni, főzze meg a tojást előtte, ne főzze meg. Kifújja, ne fújja ki. Melyik a jobb módszer hozzá? Hát, hogyha szeretné eltenni jövőre is, akkor ki kell fújni. Gyerekeknek inkább azt szoktam, hogy inkább főzzük meg, mert könnyebben meg tudják úgy fogni, nincs az a sikertelenség, hogy eltörik a kezükben. Az első az elején még elég gyakran előfordul. Úgyhogy ez a szempont, hogy legyen fújva, vagy ne legyen fújva. Hát festeni pedig a legegyszerűbb, hagymahéj mindenkinek van otthon. Ezt akartam kérdezni, hogy mi a legegyszerűbb módszer a hagymahéj tojásfestésre. Ezt azért mondjuk el pontosan, hogy ez hogy néz ki a hagymahéjas tojásfestés. Mondjuk nálam ez úgy néz ki, ugye már mivel viasszal írom, ezért nem tudom együtt főzni a hagymahéjjal a tojást. És így úgy szoktam, hogy megfőzöm a hagymahéját, megvárom, míg kiülik, és utána teszem be, leszűröm, és utána teszem bele a tojást. Viszont van még egy egyszerű módja a díszítésnek, hogyha megrajzoljuk a tojást, és aztán ecetbe leáztatjuk ezt a barna réteget róla. És akkor egy ilyen érdekes barna mintával, olyan, mintha barnával lenne írva a minta, és fehér a tojás. Vannak variációk. Akartam is egyébként kérdezni, nézem itt, az egyik tálban lévő tojásokat az előbb a nézők is megnézhették, nem a piros, hanem a másik. Itt nem egy szín van a tojásokon, és azt mondtad, hogy ezek is írott tojások. Az hogy jön létre, hogy nem egy szín, hanem kettő-három szín van rajta a tojáson? Hát az első szín után a kívánt részt lefedem viasszal, aztán beleteszem egy másik festékbe, és akkor így lehet játszani a színekkel. Fantasztikus egyébként, és azért azt mondjuk el, hogy ezek zsűrizett tojások, ez pontosan hogy történik egy ilyen zsűrizés, egy ilyen megmérettetés? Hát Budapesten a Hagyományok Házában egy hozzáértő szakmai zsűri összeül, és akkor egybehangzó válaszként azt mondják, hogy olyan kategóriák vannak, hogy ás vagy bés, modern vagy hagyományos, most már ezt így szétválasztották,
modern, mondjuk fogacskerék van, vagy ez olyan, hogy képzelni? Nem. Nem, ezt így annyira nem tudom, mert hiába, hogy hagyományosak a minták, lehet, hogy néha a színek döntik el, mert nekem is van benne hagyományos és modern is. Ezt a zsűri fejében nem látok. Kati, amióta tojásfestéssel foglalkozol, ugye nagyon sok technikát megismertél. Össze tudod számolni, hogy a tojásdíszítésnek hányféle technikáját ismered? Nem feltétlenül kivitelezés szintén, hanem úgy hányféle technikával találkoztál tojásfestés szinten, meg, vagy tojásdíszítés szinten? Hát, nagyon sok. Hát sok. Legalább egy 4-5, amit úgy többen is ismernek, tehát ez a perzsa, és amikor rátesznek egy levél, egy levelet, és akkor harisnyába húzzák, és úgy főzik meg, az is egy olyan egyszerű technikája. A karcolt sem annyira bonyolult. Hogyha esetleg a férfiak közül még valaki tartja a locsolkodás hagyományát, és az általuk meglocsolt hölgyek közül valaki még készít házilag tojást, és nem a boltban megvásároltat viszi el. Ahhoz, hogy tartós legyen és megmaradjon a tojás, tehát mindenféleképpen az kell, hogy ki legyen fújva, ugye? Igen. Tehát a keményre főzött tojás az egy idő után az... Habár hallottam olyat, hogy kiszárad, sőt az Zengővárkonyban a Tojásmúzeumban van egy olyan kiállítva, hogy ha nagyon sokáig főzik, akkor annyira kemény lesz, hogy pár év múlva, vagy nem tudom mennyi idő múlva, de sok, tehát egy idő múlva annyira összeszárad, hogy egy ilyen ekkorka golyó lesz benne. Uh-huh. Tehát annyira összeszárad. És az lehet görgetni benne, érezhető? Igen, csak óvatosan, mert akkor nem kívülről, nem belülről fog összetörni. Ami egy kicsikét olyan más jellegű és modernebb technika, mondjuk ezek az áttört tojások díszítésen, vagy a tojáspatkolás, amire ugye itt a környéken is láthatunk példát. Ezek mennyire ívódtak már bele a hagyományokba, mennyire élnek itt velünk, mennyire látod, hogy ezek már hagyományosnak mondható díszítési technikák? Hát használják is, és az emberek érdeklődnek iránta, úgyhogy szerintem van. Van jövője ennek is, és a patkolás az viszont azért az is elég régi. Tehát régen régi a kovács emberek mikor unatkoztak. Csak nem egy bevett szokás, mert azért az nem egyszerű. Történet. Hát nem egyszerű, az biztos, hogy az nem egyszerű. Az nehéz dolog. Végezetül adjunk még egy-két jó tanácsot azoknak, akik otthon most esetleg akár a mostani beszélgetés alapján úgy gondolják, hogy már pedig akkor ők most idén tojást fognak festeni. Hogy fogjanak hozzá? Milyen tojást legyenek? Mekkorát? Nem, én nem szoktam tojást festeni, tehát én ezeket nem tudom, ezeket a dolgokat. Nem is kell, ez a nők dolga, bár nem szeretem ezt mondani, de ez tényleg a lányok dolga. Habár régebben a férfiak is foglalkoztak hasonlókkal, de ez a lányok dolga. Végülis nem az a lényeg, hogy milyen tojás és mi van ráírva, hanem az, hogy egyáltalán neki fogjon valaki, hogy még tényleg még csinálja valaki. Hogy amikor jön az a locsolkodó, akkor az személyesen neki szól. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát akár névre szóló tojásokat is készítettek. Igen. Régen a lányok, tehát mondjuk a monogramját a szerelmének ráírta? Vagy... Nem feltétlenül, nem? Csak vannak olyan üzenetek, amivel esetleg kifejezték, hogy az most kedves, nem kedves az a locsolkodó. Régen ezt tudták, hát manapság már sajnos ezek elvesztek nagyon. Tehát... Nagyon kihaló félben van a tojásfestés, mint hagyomány? A festés nem annyira, hanem inkább tényleg az a mély gyökere, hogy miért és mit ábrá, tehát a jelentésük. Uh-huh. A jelentésük inkább az. Én azért azt gondolom, hogy amíg ilyen lelkes és ügyes hagyományőrzők vannak, mint te is a tojásfestéssel kapcsolatban, azért ezek a hagyományok nagyon sokáig fent fognak maradni. Katalin, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Neked én azt gondolom, hogy kívánhatok nagyon sok locsolót húsvétra, hiszen pont az imént beszélgettünk a hagyományokról, nagyon sok hölgynél, nagyon sok nőnél az, hogy sok locsolót, az sajnos mostanra már elég rossz kívánság lett. Neked még ez szerintem jó. Sok locsolót hétfőn. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Most pedig következzen egy bejátszás, amelyben bepillanthatunk egy kicsit Katalin munkásságába.
Belkovics Katalin tojásdíszítő. Kizárólag természetes anyagokat használ a tojásfestéshez és írókával dolgozik. Az asztalon kosarakban első ránézésre kevés a piros tojás, a legtöbb mély kék, lila, barna, zöld és sárga. Katalin azt mondja, ma már nem lehet hagymahéjból olyan klasszikus piros tojást festeni, ami a mai ünnepkör elvárása. A piros szín a régiek szerint Jézus Krisztus vérét jelképezi, szerencsét hoz és megóva betegségektől. A piros számos kultúrában a szerelem, a tűz és a vér színét is szimbolizálja, a tojás pedig a feltámadás és az újjászületés jelképe. A folyosón kifeszített zsinóron most is ott száradnak az aranyveszők csokorban, a bodza a mélyhűtőben lefagyasztva és a fagyalbogyóból is van bőven eltéve. A meglepő és szokatlan színkombinációk vonzák az ember tekintetét. A tojásokon visszatér egy-egy motívum, mégis mindegyik más és más. A gyöngyösi tojáskészítő azt mondja, ezeket nem változtatja, inkább a színekkel játszik. Mert csak azért sem nyúl bele a régi alakzatokba, mert ezek üzeneteket rejtenek. Az írott tojás hagyománya messzire nyúlik vissza. A motívumoknak, mint minden mintának a népművészetben önálló jelentése van. Gyakran kerülnek a tojásokra a paraszti élet mindennapjaiban használatos tárgyak, például a gerebje vagy a cifrakantár. Mint kiderül, vannak kimondottan tájegységre jellemző motívumok is. A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk, gyökerek és szárnyak. Bárhol, bármilyen körülmények között éljünk a világban, vannak dolgok, amelyeket nem vehetnek el tőlünk, és amelyek nem vásárolhatóak meg. A gyökér számomra a család, melyre mindig támaszkodhatom, a hagyomány pedig a tudás, ami megtanít arra, hogyan legyünk tisztességes, hasznos részei a világnak. A szárnyak a bennünk rejlő kreativitást és a határtalan fantáziát engedik szabadon. Valóban ez a legtöbb, amit gyermekeinknek és a világnak adhatunk. A tudást, hogy helyesen éljenek, és szárnyakat az önkifejezéshez. Izgalmas és áhítatos munka így készíteni a hímes tojásokat. Nagy a sürgés forgás itt a stúdióban, készül a húsvéti kaja ott hátul a pultnál, mi pedig továbbra is díszítünk és dekorálunk. Megszokhatták már a nápolyi nézői, hogyha díszítésről, illetve dekorációról van szó bármilyen ünnep kapcsán, akkor állandó vendégeink vannak itt a stúdióban. Egészen pontosan egy állandó vendégünk van, Kocsisné Jároska Judit, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola tanítónője. Szia Judit, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Sűrűn találkozunk mostanában, hála a jó égnek, hiszen nagyon sok alkalom van, ami kapcsán tudunk dekorációról és ötletekről beszélni. Hát most annyi ötletet hoztál, hogy nem tudom, hol kezdjük egyáltalán az ötleteket, hiszen rengeteg tojásfestés, tojásdíszítés, dekoráció, minden. Ha az előbb tojásokról volt szó, akkor kezdjük itt. Kezdjük. Hát nekünk a suliban tojásfestésre nem volt időnk, de adtam a gyerekeknek néhány tippet, és én azt hiszem, hogy amíg anya sülök fog a konyhában, nagyon jó, ha a gyereket is bevonjuk egy kis tojásfestésbe. Most már olyan jó kis ötletek vannak, gyorsan megvalósítható, egy kis lyukasztó, egy kis ragasztó, előtte a tojás kifújás és egy jó buli, és utána azokban lehet készíteni a finom húsvéti menüt, úgyhogy rengeteg megoldás van a tojásfestésre. Nézzük meg ezeket a példákat, amiket most hoztál, és akár azt, amiből kivetted az előbb azt a tojástartót, szerintem be is csukhatnánk, mert maga a tojástartó is már dekorálva van, mindjárt megmutatják a kollégák is. Így van. Ezt ajándékra lehet szánni egy kis locsolkodó fiatalembernek. Dekopás technikával, a szalvétával kidíszítettem a tojás tetejét, majd a belsejét, és akkor ebbe például a kis tojások közötti kis csúcsok, nyuszikák lettek. A másikba pedig tyúkocskák. Ezt azért megkérdezném, hogy ezt a kicsit nem annyira sima felületű tojást, ezt milyen tyúk tudta tojni? A piacon a tojásárusoktól lehet olyan tojást kérni, így az ünnepek előtt, amelyik hát ilyen nehezen született meg. Hát ez ő gyárilag ilyen? Ez gyárilag ilyen, igen, és gyönyörű, amikor ki van festve, de nekem natúr is nagyon tetszik. Én ezt azt hittem, hogy ez valamilyen technikával készült. Nem, időbe kell szólni, és akkor gyűjtenek az embernek. Hát ők ezt picit olcsóbban adják, mert
mert azért mégiscsak a tyúk szempontjából selejtes. De a szemnek meg különleges, és nagyon szép befestve egyébként. Én egyébként tényleg azt hittem, hogy ez valamilyen technikával készül. Nem, mert olyan ügyes nem vagyok, hogy megbottyantsam a tojásaját. Ez sokkal érdekesebb nekem, és ehhez hoztam is egy pici bemutatót. Igen? Ez rizssel készült. Rizssel van megfestve, igen. Ez hogy működik erről? Hát én is nemrég találtam rá. Kell hozzá egy kis rizs. Igen. Egy tojás, kifújt tojás, igen. És egy kis ételfesték. Igen, és egyszerűen eddig még tudtam követni, igen. Néhány csepp ételfestéket bele kell tenni a igen. rizsre, bele a tojást, és jól össze kell rázni. Aha, és ezt most itt össze is fogod rázni? Megcsinálhatjuk, igen. Csináljuk meg. Hogy mi lesz belőle. Én délelőtt festek. Tehát rizs, ételfesték, igen. Ennyi összesen így van. Mondjuk akkor legyen ez egy lényege. Piros. Kísérletezgettem, hogy mennyi az, mert ugye nem cseppentős a vége, kár. Lehet, hogy jobb, hogyha valaki cseppentőset hoz. Ott a tojás. Így van. Bele. Jó, be kell zárni, délelőtt megjártam. Viszont nagyon jók a rizszemek, mert utána lehet hozzá használni. Már alakul. Csak rázni kell. És amikor megszágad, lehet keverni a színeket. Zenem mellé, otthon lehet. Igen. Hát már alakul. Aha. Olyan lesz, mint hogy a szivacsal festettük volna, vagy megfújtuk volna ott. Az első sorban van is néhány darab. És ez egy egyszerű. Ez egy nagyon egyszerű. Ez egy borzasztó egyszerű. Hát amennyiben az ételfesték nem árt az egészségnek, úgy remélhetőleg a bőrnek sem, csak le kell róla a maradék rizst szedni, és egy különleges technika. És lehet keverni a színeket, úgyhogy gyors, egyszerű, mutatós, én belakkoznám még utána, hogy szép fényes is legyen. Mm-hmm. Meséljünk egy kicsit a dekorációkról is, amiket hoztál, ugye vannak bábok, amiket készítettetek a gyerekekkel, üdítős kupakból, vattából, amit látok, van itt egy gyönyörű szék, szintén dekupás technikával készült doboz, ott egy nyuszi beleszorult egy cserébe, meséljünk ezekről is egy kicsit. Igazából mi most a nyuszi táskát készítettük el, hát modern fiúk már nem csak tojást gyűjtenek, hanem azt is, amit kapnak, hogy ahhoz kaptak most egy kis eszközt, illetve hajtogattunk, és virágokat is készítettünk, úgyhogy nem volt most túl sok időnk, március 15, és most ez a húsvét egy kicsit gyorsan jött az avatás, és most ott van. Így nagyon korán van húsvét, úgy sajnálom egy kicsit, mert annyi mindent lehet csinálni, gipszet önteni, tojást festeni, dekopázsolni. Otthon mindenképpen el kell készíteni időben a nyuszi fészket. Úgy gondolom, hogy minden kisgyereknek van olyan nyuszikája, barikája, amit vagy húsvétre kapott már, amikor locsolkodott, vagy hozta a nyuszi. És akkor érdemes őket is bevonni. Én a kis mandarinos ládát fogtam be az idén nyuszi fészeknek, még a gyermekeim régi nyuszia benne van, és akkor mi a lakásnak egy pontján el szoktuk helyezni, barka ágakat teszünk ki, az osztályba is tettünk ki, nagyon tetszett a gyerekeknek, meg az aranyeső is, ahogy szépen ott a szemük láttára kinyílt, és azt díszíteni otthon. Minden műsorban beszélünk arról, hogy a éppen aktuális osztályod az hogyan fogadja ezeket a dekorációkat, hogyan készültök együtt az ünnepre. Most ugye mondtad, hogy kevés volt az idő, de a lelkesedés szerintem annál nagyobb volt az osztályban, így van? Lelkesedés megvan, nagyon szívesen dolgoznak. Most én rászántam az utolsó tanítási napot délelőtt, hogy tényleg készüljünk, és ez csak egy nyuszi nap legyen. Remélem jövőre hosszabb időnk lesz, és több minden ügyesebbek is leszünk már. Most már megismerkedtünk vékony piciollóval, hogy tudjunk apró mintákat kivágni, tehát ilyen csipke típusú rajzokat is el tudjunk készíteni, úgyhogy szerintem egy év alatt nagyon sokat fognak ügyesedni, és megleptem őket a hét első napján, hogy amíg ők lent verakoztak arra, hogy följöjjünk, én gyorsan egy kicsikét kidíszítettem az osztályt, és csoda édesek voltak, ahogy bejöttek, és mondták, hogy jaj, de szép, ez is van, az is van, úgyhogy nagyon örültek a tojásfának, nagyon örültek a tyúkocskának, hogy aranyosak voltak, a spatula nyusziknak, a kis kerítéses nyusziknak, úgyhogy üresek voltak. Fiúk tartják a húsvét hagyományát az osztályban? Kíváncsi leszek.
Szerinted mit gondolsz? Lesz olyan fiú, aki majd a tavaszi szünet után locsolóverssel fogja köszönteni a lányokat? Kíváncsi leszek én is. Ugye ez az osztály már teljesen más, mint a 4 évvel ezelőtti. Ott a fiúk jöttek és locsoltak, és véglocsolták a lányokat. Most nagyon kíváncsi leszek, hogy vajon készülnek-e kölnivel, hoznak-e verset, és van-e igényük arra, hogy meglocsoljanak minket, illetve a lányokra is kíváncsi leszek. Pont ezt akartam kérdezni, hogy vajon a lányok készülnek-e rá. És lesz-e hozzá, igen, nagyon izgulok. Ugye rossz, hogy mert jó, mert pihenő nap a kedd, de olyan szempontból rossz, hogy nem kedden megyünk suliba, szerdára már lehet el is felejtik a fiúk, hogy locsolkodni voltak, főleg aki nem volt talán. De hogy fogják, és én nagyon bízok benne, hogy nagyon sokan elmennek még locsolkodni a én várom őket. Fiúk közül is. Hát most szerintem nagyon sokan nézik a műsort a szülők közül is, úgyhogy lehet menni a lányokhoz locsolkodni. Kedves fiúk, kedves gyerekek. Hát Üdit, köszönöm szépen, hogy ismételten itt voltál velünk. Szerintem nagyon sok hasznos és érdekes ötletet láthattunk, hogyha esetleg valamihez valaki kedvet kap, akkor internet, Google-ja barátunk, stb. És ezt a rizses ételfestékes technikát pedig köszönöm, és ezt érdemes kipróbálni, nem egy ördöngös dolog. Nem mondom, hogy én is megpróbálom, de akár még én is megpróbálhatnám. Mutatós. Nem egy nehéz dolog, és mutatós. Nagyon szép a végeredmény. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és előző vendégemhez hasonlóan neked is sok locsolót kívánok húsvétra, hiszen azt gondolom, hogy neked sem rossz kívánság. Ezt köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is. Na, mi pedig visszanézünk a kis konyhapultunkhoz, mert hogyha minden igaz, akkor Zoli elkészült a répatatárral. Zoli? Így van, elkészültem. Ez biztos, hogy te is meg tudod csinálni, mondjuk, ha nem is a tojásfestést, de ez teljes mértékben, ez a konyhai munka biztos, hogy jó fog majd esni. Hát én úgy gondolom, hogy én most egy tállal megcsináltam, de ez biztos vagyok benne, hogy ez pillanatok alatt el fog fogyni. Nagyon egyszerű, tehát lereszeljük a répát, ugye a legfinomabb reszelőn, majd utána, én most egy kicsit csaltam, mert a hagymát is, illetve a fokhagymát is ezzel reszeltem le. Egy kis vajat elkenünk benne, hogy az teljes mértékben elkeveredjen. Só, bors, piros paprika, egy kis mustár, ketchup és Worcester szósz, ami belement. Ízében teljes mértékben, de hogyha egy kicsit közelebb megmutatom, akkor lehet látni, hogy a színe is teljesen olyan, mint az igazi tatárbifteknek, csak ez éppen répából készült el. Ez egy nagyon jó kis vendégváró falatka szintén, illetve hát nasinak is nagyon jó, akár az esti tévézés mellett ezt el lehet ropogtatni, és még egészséges is. A kenyér az nagyon egyszerű, vékonyra leszeleteljük, az a jó, hogyha bagettet használunk, vagy éppen kiflit, és egy kicsit szárazabbra hagyjuk, tehát 2-3 napos, felszeleteljük, és vagy pirítós készülékben, vagy pedig száraz serpenyőben egy kicsit megpirítjuk, és már is lehet tálalni ezt a répa tatárt. Úgyhogy én remélem, hogy el fogják készíteni mind a kettőt, még egyszer tehát ez a répa tatár, ez pedig a medvehagymás töltelékkel elkészült cukkini tekercsünk. Tényleg gyorsan elkészíthető, mind a kettő a beszélgetés alatt készült el, úgyhogy remélem, hogy otthon kipróbálják. És azért is érdemes lesz velünk tartani, mert nagyon sok témával jövünk majd még vissza a harmadik részben, illetve én is egy desszertet fogok készíteni, kókuszgolyó. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri. Én egy kicsit azért megbonyolítottam, ugyanis kölesből fogom majd elkészíteni. Egy kis kókusztejben megfőzzük, teszünk hozzá egy kis vaníliát, egy kis vaníliarút kikapart belsejét, egy kis citromhéjat, és kókusszal összekeverjük, és a legvégén egy picike kis kakaót is teszek bele, hogy az az illúzió azért meglegyen, és utána hűlni hagyjuk, higolyózzuk, és ugyanúgy meg lehet hempergetni akár csokiba, akár kókuszreszelékbe, az is egy nagyon finom desszert lesz, úgyhogy érdemes majd velünk tartani. Így van, érdemes majd velünk tartani a harmadik részben is, amikor kókuszgolyót eszünk és programokat ajánlunk. Most viszont remélem, hogy jól megnézték az imént bemutatott kajákat, mert mi most pihenünk és megesszük azt, amit Zoli főzött. Tartsanak velünk a folytatásban, és nem sokára jövünk a harmadik résszel.